Kedves nézők, ez itt már a háttér. Kézilabda maraton volt a Tromos csarnokában Budapesten, ceglédi résztvevőkkel. A stúdió vendége Pudi Zsolt. Köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szóval, hát a fő paramétereket elmondtam. Ez május 29-e és 30-a, tehát ez valóban egy kézilabda maraton, valóban a Tromos csarnokában, és hát ceglédi résztvevőkkel. Kezdjük azzal, hogy hogyan kerültetek oda? Tehát erre jelentkezni kellett. Hogyan lehettetek résztvevő? Hát mondhatni, hogy jelentkezni is kellett, de meg is hívtak bennünket, tehát mind a két szál így befutott hozzánk, és akkor gondoltuk úgy, hogy erre érdemes elmenni a lányokkal így a szezon után. Tehát amikor a levezetésben vagyunk most, és ez abszolút beleélik ebbe. Igen, egy nagy rekorddöntésre készült a KSI. 26 órás maratoni kézilabda mérkőzést rendeztek meg, amit úgy kell elképzelni, hogy egész végig 26 órát egy piros meg egy fekete csapat van a pályán, nem lehetett megállítani se, tehát a cseréket is úgy kell, tehát úgy kezdhetünk egy mérkőzést, hogy egyesével, kettesével, hármasával mehettek fel a játékosok cserélni, tehát ennek folyamatosan mennie kell ennek a mérkőzésnek, és nulla szünettel. És akkor mi bevállaltunk ebből 5 meccset, és felutaztunk Budapestre. És hát akkor nyilván most már ugye elárultad azt is nyilván, hogy lány kézilabdázókról van szó, több korosztálya voltatok ott. Igen, kérdezték, hogy a nevezésnél, hogy milyen korosztályokat tudunk elvinni, és azt szerint osztják be a csapatokat. Mi U12, U13, U14-be vállaltuk a részvételt. Ők írták így ki, hogy ezekre keresnek csapatokat, de nekünk ez megfelelő volt. Most azt mondtad, hogy nem volt megállás. Most ez mit jelent? Tehát a meccsek között sem volt megállás? Hát az... Gyakorlatilag úgy kell elkezdeni, hogy ez egy 26 órás mérkőzés volt, egyetlen egy meccs, ott ment egy hivatalos időmérés. Ahol... A korosztályváltás nem mi volt? Mint a jégkorongban, a sorcsere? Igen, hát amennyire lehetett sorcserélni, igen, de volt még egy érdekessége is, hogy nem csak sort kell csinálni, a labdát is, ugye a labdaméretek se stimmeltek. Tehát amikor éppen előttünk éppen nagyok játszottak, és a kettes labda az oda mentek a mi 11 éves gyerekeink, akkor hirtelen furcsa volt, hogy az első egy percben még nagy labdával kellett játszani, aztán gyorsan cseréltünk labdát is. Ez egy magyar rekord. Igen. 26 óra. Összesen arra azzal kapcsolatban van információt, hogy hány csapat, hány fő vett részt? Hát, hogyha elosztanánk most gyorsan a 26 órát, 20 perces meccsek voltak, akkor megkapnánk, de ezt melyben nem tudom elvállalni. Mi 5 meccset játszottunk, az biztos, hogy 1000 fölé mentek a gólok. Mi azért vittünk magunkat egy jubileumi gólt is, mert a 900. gólt az nálunk szerezte Mót Klaudia. Játékvezetőkből is kellett akkor néhány? Igen, őket is folyamatosan cserélgették. Tehát amikor mi odaérkeztünk, akkor már egy ideje ment, tehát mi nem éjszaka nem voltunk ott, mi hétfőn délután mentünk, akkor már ott elég sok gyerek és felnőtt aludt és feküdt a leláton. Ti meddig voltatok ott? Körülbelül 9-11-ig. És akkor arról már beszéltünk, hogy egy összességében körülbelül hogy hány fő és hány csapat, meg arról, hogy 3 korosztály Cegléd. Kicsit részleteiben akkor a meccsekről is. Egyet már elárultál, a 900. találat, ugye 900-at mondtál, az ceglédi nevéhez fűződik. Igen. Hát örvendetes, mert 5 meccset játszottunk, ebből 4-et meg tudtunk nyerni, de tulajdonképpen ennek semmi jelentősége nincsen, nem is jegyezték a góllövőket. Tehát csak a jubileumi gólokat írták fel. Hát itt szóval szerintem a részvétel volt a fontos, meg egyáltalán, hogy sikerüljön ez a rekord. Így van, de azért mi nem megyünk el úgy, hogy sehova sem, hogy ne jegyezzük, hogy ki hogy szerepel, meg hogy mit érünk el, de így volt az ellenfél is, tehát nem úgy volt, hogy csak ellabdázgattak egymással a felek, hanem tényleg komoly mérkőzések voltak, tehát mindenki nyerni akart. Azt tudod, hogy az előző rekord az mennyi volt? Hát nem kérdeztem, szerintem 25. 25, ez most 26, gondolom ennek, vagy van arról információt, hogy lesz ennek folytatása? Biztos, hogy lesz, a KSI szerintem akar majd ebben, legalábbis már mondták is, hogy biztos, hogy folytatja. Ugye most van KEDD, ti voltatok ott tegnap. Igen. Van-e már valami visszacsatolásod, visszajelzésed, akár a gyerekek, hát a gyerekek nyilván közvetlenül lehetett tegnap, akár a szülők részéről, hogy érezték magukat a lányokat? A lányok nagyon felszabadultak voltak, tehát jól érezték magukat, de visszafele is mondták az úton, meg ott is látszott, tehát látszik a gyerekeken, hogy nem egy feszült görcsösség van, mint mondjuk a bajnoki meccseken, hanem tényleg felszabadultak, jól is játszottak. Az a pár szülő, aki eljött még ide is megnézni a gyerekeket. Voltak szülők is? Igen, igen, igen. Ők is azt mondták, hogy szuper jó volt, tehát mindenki jól érzi magát, és a visszajelzés is, hogy nekünk van Facebook csoportunk minden korosztálynak külön, ott is ugye mentek folyamatosan a kommentek.
mondják, hogy milyen jó és szuper volt ez az egész. Amikor egy másik műsorban, a hosszabbításban beszélgettünk arról, hogy milyen programok várnak a cápákra a következő hetekben, hónapokban, akkor ez még nem volt képben, ugye? De. De ez már képben volt? De. Én emlékszem, akkor hát rosszul? Több hónapja már, de nem több, de azért másfél hónapja biztos, hogy megvan, hogy mi menni fogunk. Hát nevezni kellett, tehát komoly előmunkák voltak. Tehát nyilván nem egy héttel előtte kerültetek. Pólóméreteket le kellett adni például, tehát személy szerint kitöltött emléklapok vártak. Tehát rajta is egy, mondhatom, hogy a rendezvény hivatalos pólója van? Igen, igen. Tehát ez volt a mez is, mert egy piros és fekete csapat, és akkor azt szerint várt minket egy csomag, mindenkinek a megfelelő színű, ahogy beosztottak. Nem, mind a három korosztály piros. Nem, az egyik, nem? Egyik volt csak piros, a másik pedig kettő pedig fekete. Na, hogy akkor még a csereberénél, akkor ez még bonyolultabb legyen. Igen. De hát a jelek szerint megoldottátok. És akkor cápák is hogyan tovább akkor? Egy kicsit repetázunk, visszautalva a múltkori stúdióbeszélgetésünkre. Hát most vasárnap van még egy utánpótlás tornánk, U13-nak. Jövő héten valószínű U11-nek is lesz. Tehát eredeti terv úgy volt, hogy közösen tartjuk, de sajnos az U11 ellenfelei valamilyen oknál fogva visszaléptek, tehát el kell halasztanunk egy hetet mai állás szerint, de vasárnap délután U13 Ceglét kupa a sportcsarnokban, ez biztos, és jövő héten pedig U11 is lesz. Aztán vár még egy szülőkézilabdalánk az utánpótláskorú gyerekekre, tehát ez nagyon népszerű minden évben. Így van, egymás ellen fognak játszani. És aztán gondolom a táborok. És még van egy évzárónk is a Kövesdi Farmon, amikor minden korosztály együtt, és aztán jönnek a táborok. Hát akkor nem unatkoztok nyáron sem. Nem. Köszönöm szépen, Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézők, ez volt a háttér, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.